Két egymást követő délután zajlik a szavazat számláló bizottságoknak a felkészítése, hogy október 2-án a népszavazás napján megkezdhessék munkájukat, esküt kell tenniük. Az október 2-ára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása Tatán 24 szavazókörben történik. Az egyes szavazókörökben választási bizottságként a szavazatszámláló bizottságok dolgoznak. A szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagokból állnak. A választott tagokat a képviselőtestület választotta meg, még az országgyűlési képviselők választását megelőzően, illetve a szükséges számú póttagokat is. A delegált tagokat pedig az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok delegálták, ennek a határideje szeptember 16-a volt, és a szavazatszámláló bizottság tagja akkor kezdheti meg munkáját, ha a település polgármestere előtt letette az esküt, illetve fogadalmat, valamint a helyi választási irodának az a feladata, hogy a bizottsági tagokat a szavazásnapi teendőkről tájékoztassa, felkészítse, és a szükséges jogszabályi előírásokról tájékoztatást adjon számukra. Így ennek teszünk most eleget a mai napon, illetve holnap. Is. Az ő feladatuk nagyon fontos és felelősségteljes munka, gyakorlatilag közreműködnek a szavazás lebonyolításában, ha szükséges, intézkednek a törvényes rend helyreállítás érdekében, illetve a szavazóköri eredményt megállapítják, tehát nagyon fontos felelősségteljes feladatot látnak el, gyakorlatilag független kizárólag törvénynek alárendelt szervként működnek, a delegált és a választott tagoknak a jogai azonosak, és igazából ez egy jogszabály alapján is felelősségteljes munka, de fizikálisan is egy embert próbáló munka, úgyhogy ezúton is szeretnék köszönetet mondani az ebben résztvevő és dolgozó személyeknek. Sokadik alkalommal vagyok már a 20-as választókörzet a Jászmin iskolába, a választás alatt elnök, és nagyon jó tapasztalataim vannak, a mi csapatunk nagyon elkötelezett, nagyon agilis, és mindenre odafigyelő. Hát 5 órakor már jönni kell a hivatalba az urnáért, ki kell vinni, meg kell győződni, hogy minden dokumentum a helyén van, rendben van, utána a tagokkal megbeszéljük és kiosztjuk, hogy ki milyen feladatot vállal, tehát arányosan mindent leosztunk, várjuk 6 órától a kedves szavazókat, megnézzük, hogy a fülkében minden rendben van, tollak ki vannak téve, tehát minden szabályszerű, és utána kezdetét veszi, és este 7 óráig ott vagyunk. A szavazatszámláló bizottságok tagjai az eskütételt követően részt vettek egy oktatáson, amelyen a népszavazással kapcsolatos legfontosabb információk hangoztak el.